Az Essexi Jimmy Dohertynek van egy álma. Visszamenni az időben és tanyán élni. Gazdálkodni. Pi-p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 i. Ott élni. Istenem, ez az. És finom disznóhúst eladni. Jimmy mindenbe belekap. A fiú úgy gondolja, hogy ért a disznó tenyésztéshez, de az csak egy dolog. A gazdálkodásról szerzett tudásom nulla. Jimmynek malaca van. Első rész. Á, Jimmy! Jimmy 28 éves egyetemista. Ne fújd meg a pólóimat. Az elmúlt 6 hónapban együtt bérelt szobát Aishával Londonban. Bocs, de sietnél egy kicsit? Jön egy új bérlő. Persze. Kb. 5 perc és itt van. Ma mindezt maga mögött hagyja. Kiköltözik és beindít egy disznófarmot. Egy ősi tanya tyúkokkal, kecskékkel, kacsákkal, libákkal, tehenekkel. Tigris? Tigris, panda. Majom, oroszlán, medve? Láma, aranyhal, kaméleon. Egy szabja a tigris levágásához. Velociraptor. Ez jó, nagyon jó. Jimmy, az új gazdálkodó, kikölcsönzött egy terepjárót. Aláírta a 37 hektáros farm bérleti szerződését. Jimmy farmja. A barátnője Michaela most látja először a birtokot. Nézd csak! Kéred a gumicsizmát? Igen. Ki kell vágnom pár fát. A terv szerint Jimmy itt él majd, Michaela pedig hétvégenként átjön hozzá Londonból. Itt robbant a bomba. Óvatosan. Istenem. Ez egy... Te jó ég. Itt akartam tartani a tyúkokat, de inkább a malacok lesznek itt. A tanya 13 éve lakatlan, nincs benne folyóvíz és nincs áram se. Jimmy, ez rengeteg munka. Hozz egy hadsereget. Nézd, itt egy rés. Mindjárt leszakad az egész. Dehogy, megjavítom. Ezt nézd. Jimmy, ne csináld. A ház romos, így az egyetlen szállás lehetőség kint van. Ó, jaj. Ezt nézd, förtelmes, így öblít. Klassz. Újra kell cserepezni. Jó sok pénz kell hozzá. A vételhez és az üzemeltetéshez Jim kapott 55 ezer font kölcsönt. Úgy számolta, hogy 3 hónapon belül kezdi visszafizetni. Ezzel szeretnék foglalkozni. Ezt akarom üzemeltetni. Nem csak egy hobbi telek lesz, hanem a munkám. Hetente 50 gazda hagy fel az üzlettel, de Jimmy biztos a dolgában. A szupermarketeket megkerülve a farmon működő boltban akarja árulni a termékeit. Itt a ház. Igen. Mindenütt fák vannak. A ritka fajtájú disznók szabadon legelnek majd az erdőben. Ez óriási. Hűha. Most már értem, miért akarsz itt élni. Istenem. Milyen öreg házak. Nézd. Nézd! Elképesztő. Ha félbevágott, kész is a pad. Jimmy vajmi keveset tud a disznókról, de az egyetemen 6 évig tanulmányozta a rovarokat. Rovarok? Nézd, van egy a bokorban is. Mit teszik? Lárvák. Amit elfúj a szél, az az ürülékük. A rovarok életük ezen szakaszában a fával táplálkoznak. Itt kell lennie a rovarnak is. Meg is van. Igen. Darázsnak tűnik, senki se háborgatja. Ahó!
Hello! Sziasztok! Jimmy szülei 70 kilométerre laknak, dolgos emberek. Brenda az anya fodrász, Dave az apa építőmunkás. Segítesz a vacsorában? Ha szeretnéd. A családban Jimmy lenne az első diplomás. Mégis feladja az egyetemet és hitelből olyan vállalkozásba kezd, amihez nem ért. Jimmy mindenbe belekap. Egyszer még mesterséges tavakat is akart építeni. Megvett hozzá mindent, öltönyben és aktatáskával járt kelt. Azt hittük, tényleg érdekli. De az egész csak 2 hétig tartott. Dave szerint ez az ötlete is nevetséges. De azt mondja, hogy Jimmy előbb-utóbb úgy is ráfázik. Akkor meg jobb, ha ez előbb megtörténik. Saját kárán tanulja meg. 12 éves korom óta ez az ágyam. Ez a szobám. Ezt a tücsköt én boncoltam fel. Darabokban van. Üvegcsékbe raktam, de elfelejtkeztem róla. Egy hét után a lábai lepotyogtak, és kiszáradt, mint egy morzsola. Ezeket én magam gyűjtöttem, és múzeumi kivitelre törekedtem, azért néz ki ilyen jól. Egy idő után azonban ezekből is csak porfogók lettek. A tanyar évén szeretnék visszatérni a természethez. Bele akarom dugni a kezemet a földbe. Úgy akarok élni újra, mint egy kisgyerek. Csodálni a pillangókat és a nap színes sugarait. Olyan izgalmas. Szeretnék minél távolabb kerülni az egyetem poros falaitól, és visszatérni a való életbe. Tudod te, hogy mire vállalkozol? Tudom. De miért csinálod? Azért, mert dolgozni szeretnék, mert ez az én kis álmom. Én csak a költségek meg az egyetem miatt aggódom. Ott van a doktori vizsgád. Tudod te, hogy ha most abba hagyod, akkor... Lesz egy disznófarmom. Hízlalda. Mindegyinek hívott. Ki fog bemenni a boltodba? Az Ipswichiek. Ha megtalálják. Miért ne? Az Ipswichben élők szívesebben mennek a hipermarketbe. Nem, anya. Kiskereskedésre gondolsz? Ez másfajta termék lesz, nem olyat árulok, mint a hipermarketekben. Tudom, de Ipswich felé Michael 3-4 disznófarmot is láttunk. Ez igaz. Úgy tűnt, hogy... Nagyüzemi disznófarmok. Igen, de az más. Azok kereskedők. Ha eljönnek a boltomba, a farmon vehetnek szalonnát vagy tojást, ihatnak egy teát, olyan, mint egy kiruccanás. Könnyebb negatívnak lenni, mint pozitívnak, amikor nehézségeink vannak. Próbálunk pozitívak lenni, ugyanakkor... Eddig csak ellenvetéseid voltak. Mi csak féltünk téged, úgy gondoljuk, hogy... Tudom. Öregen, már előre látjuk a csapdákat. Anya és apa nem tartják jó ötletnek. Apa azt gondolja, hogy ő tisztességesen dolgozik, kap céges autót, céges telefont, meg mindent, akkor miért nem teszem én is ezt? Minek nehezítem helyette az életemet? Fogalmam sincs, miért nem lelkesednek a disznókért. Na, mi lesz? A sertések 7 hét múlva érkeznek, addig kerítést kell nekik építeni. Állnia kell a boltnak és a tanyának is alkalmasnak kell lennie a vevők fogadására. Lyukas a vödör! Fedezett híján a bank egy fillért se adott Jimmynek, ám akadt egy támogatója, Jamie Oliver, a volt iskolatárs.
Jamie hisz Jimmy-ben, ezért adott neki kölcsön 55 000 fontot az induláshoz. Ültem odakint a tennivalókon, gondolkoztam, aztán belém nyilalt a határidő. Borzalmas pánik fogott el, mintha jeges kezek markolázták volna a gerincemet. Benned van minden reményem. Dolgozz, írd a könyvet és ügyelj a könyvelésre. Persze. Tudod, nemrég elfuseráltam valamit. A számokkal sok bajunk volt. Mindig a legrosszabb matek csoportban voltunk. Emlékszel, amikor Mr. Pete adott egy számológépet? Ja, 5 perc alatt hazavágtuk. Igen. Kiszedtük az elemeket. Elég konstruktívak voltunk. Ja. Csak ügyelj a számokra. Jó. A törlesztéshez Jimmynek támadt még egy ötlete. Ír egy könyvet a minőségi élet kialakításáról. De előbb még össze kell magát szednie. Itt a vízművek. Amennyiben segítségre van szüksége, kérem nyomja meg a 9-es gombot. Jelenleg minden ügyintézünk foglalt. Kérem, várjon. Mit akarsz kérdezni? Hogy megkapták-e a beadványomat, és mikor jönnek ki bekötni a vizet? 4 lehetősége van. Új víz vagy csatorna igény esetén 3-as gomb. Össze-vissza kapcsolnak. Essex és Cambridgeshire 2-es. Sorba kell állnom. 10 napon belül kijönnek? Nem hiszem el, szétkapcsolt. Legalább 10 nap, mire előkerítenek valakit, aki idejön. Ez kihat a tervedre? Bele is bukhatok, mert a késedelem miatt később kezdhetek csak árulni. Bevétel hiány pedig hamar kifutok a keretből. Megyek, mert találkoznom kell a villanyszerelővel. Jimmy nem ellenőrizte a vízellátást, ráadásul Stanley a villanyszerelő is tehetetlen, amíg nincs bekötve az áram. Hív fel őket, hogy adjanak egy árajánlatot. Akkor kijön egy fickó, aki látja, hogy mit kell csinálni. Igen. Jelenleg minden ügyintézőnk foglalt. Kérem, várjon. Úgy másfél hónap. Értem. Tényleg ilyen sokáig tart? 2 hónapig is eltarthat. Csak akkor lesznek kész vele. Ekkora csúszással nem tudok mit kezdeni. Bele sem merek gondolni. Ha-ho. A régi szobatárs Aisha is átugrott Londonból látogatóba. Vedd fel. Rendben. Az alsó út. Út? Még nem túl nagy. Út? Még nem túl nagy a fű. Főleg csalán van benne. Ez egy magánút, képzeld az én utam. Jim utca. Ez vezet a tanyához. Aha. Itt járnak majd be szalonnát venni. A tanya alsó része felől érkezünk. Mikor lakták utoljára? 15 éve. Itt lesz az üzlet. Képzeld el, ahogy a járgányom átmegy a kapun, tele friss disznóhússal. Itt vágjuk le a disznót, itt töltjük a kolbászt. Az emberek szeme láttára? Igen. Mindenki láthatja. Besétálnak, és itt lesz egy pult. Reggelente jönnek. Jó reggel, Jim úr, mondják. Kérnek szalonnát, meg tojást, közben nézhetik, mi történik. Induláskor megvesznek egy kis lekvárt vagy savanyúságot. Ezeket a fákat kivágom. Hogyan? Lehet, hogy nem is lesz olyan könnyű dolgom. Igen, nagy meló lesz. Az komoly feladat. Jimmy, én otthon mindig alsógatya nélkül alszom. Aha. Szerinted ma éjjel változtassak ezen? Jó lenne. Na jó, veled most kivételt teszek. Ha nem veszel fel gatyát, feltűzöm a kukacodat a nyársra. Felfújom a matracomat, édes. Jó. Mit csinálsz? Kenyeret sütök, olyan, mint a csapati. Teszek bele csilit, meg egy kis köménymagot, és jól összerázom.
Aztán öntök hozzá vizet, mint a Koleszban, ahol mindig megküzdöttünk a huligánokkal, meg a naplopókkal. Igen, pontosan. Pucolt ki a vécét. Locsolj! Takaríts! Ültes virágokat! Zavart ki a macskát! Mosd ki! Ezt nézd, Aisha! A hal gyorsan megsül. Jó ét. Jó ét. Igen. Másnap 10 óra. Jimmy 3 hete álmodik. Maga a csoda. Gyönyörű, de ez nem az én világom. Megszakadsz itt. Lehet. Gyere vissza Londonba, ha valami máshoz van kedved. Megváltozott az életem. Nem hiszem, hogy még egy ilyen lehetőségem adódna. Ez óriási váltás. Ha tehetem és ha sikerül, életem végéig itt maradok. És ez nagy dolog. Ez egy nagy szerencsejáték. Elég nagy pénzügyi csávába kerültem. Az a legaggasztóbb benne, hogy nem igazán értek a pénzügyekhez. Jimmy erre a 12 hektárnyi erdőre építi a terveit. A fák miatt vettem meg ezt a tanyát, mert az erdőben tartom majd a kocákat. Nem akarom a mezőre hajtani őket. Szeretném látni, ahogy a fák közt bolyonganak. Az csodálatos. Éme a mennyek kapuja. A magtól és a gyökerektől ízletesebb és drágább lesz a disznó húsa. Jimmy 80 font helyett malaconként 500-at akar bezsebelni. Ám mielőtt a cocák itt szaladgálnának, még egy akadály állja a gazda útját. A fenntartó erdész rossz hírt közöl. Ki kell jelölnünk a terület pontos határait, igen, amit az erdészeti bizottság újból ellenőriz. Nekem az egész erdőre szükségem van. Rendben, de erről nem tudtam. Értem. Az erdészeti bizottság nemrég telepített új fákat, és a malacok veszélyeztetik a facsemetéket. Kitépnék őket a földből. Ekkora fában is kárt tesz egy disznó. Nem tudom. Azt hittem, hogy nagyobbak. Ilyen kicsik. Értem. A nagyobb fák közt kell tartani őket, akkor talán megmenekülnek a facsemeték. Igen. Ha a disznók letarolják a kis fákat, akkor több ezer fontos büntetést is fizethet. Értem. Lehet akár 20-30 ezer font is. Tényleg? És ez sok pénz. Jim csak egy kerítéssel tarthatja távol a malacokat a facsemetéktől, és ez nem várt kiadást jelent. Ez a kerítés vonala. De ez nekem plusz költséget jelent. Ez igaz. Ráadásul ketté vágom vele az erdőmet. Attól tartok, igen. De ez egy bérlemény. És? Nem tudom kihasználni. Az meg lehet. Aggasztó, hogy az erdészeti bizottság miatt Jimmy akár erdő nélkül is maradhat. Az esetet egy későbbi megbeszélésen tisztázzák. Elegem van. Azt hittem, hogy az enyém. Legszívesebben agyonütném és otthagynám a fák között. Hogyan kijönne rá? De nem lehet.
Majd elviszem a cocákat egy közeli motelbe. Ők ott lesznek, én meg a lakókocsimban. A kerítést is egyedül csinálom, mert nincs pénzem felfogadni embereket. A gondok és a költségek egyre nőnek, ezért Jimmy munkát ajánl egy régi barátjának. Ricky Spriggs 45 éves munkanélküli. Az egyetemen találkoztak, ahol Ricky közgazdaságtant hallgatott. Ricky gyakorlott hentes, de nem konyít a mezőgazdasághoz. Egyfolytában a mikroszkópokat bámultuk, ahelyett, hogy a gazdálkodásról beszéltünk volna. Annyit tanultam tőle a rovarokról, hogy arra gondoltam, inkább egy bogárfarmot kellene alapítanom, olyan nincs senkinek. Ricky a far miatt Nanitonben akarja hagyni a családját. Mindketten tudjuk, hogy szükségem van egy állásra. Ez azonban Lynn döntése. Mi van, ha nemet mondok? Nem hiszem, hogy jó döntés lenne. Mindig azt csinálhattad, amit akartál. Tudom. Akkor menj. Ez egy jó kaland. Más, mint az eddigiek. Remélhetőleg bejön, és akkor minden rendben lesz. Megegyeznek, hogy Lynn nem hagyja ott az állását. Emiatt Ricknek egyedül kell utaznia. Ricky 15 ezer fontot kap egy évre. Jimmynek ez nagy teher. A disznók 4 hét múlva érkeznek, de még nincs helyük. Még mindig nincs áram és vezetékes víz. A malacok szabadon tartásához 24 hektárnyi területet el kell keríteni az erdőből. Megtartsam! Csinálom, csak... Jól haladunk, csak nehezen tudjuk kiszámítani, hogy mennyi idő szükséges a munkafázisokhoz. Megnézzük, hogy mit kell tenni. Azt mondjuk, jó, egy nap. De még a másodikon is ugyanazt a munkát csináljuk. Egy átlagos nap reggel 6:30 kezdődik. Tegnap este 9:00 tudtunk leülni vacsorázni. Nem gondoltam, hogy ilyen nehéz munka vár rám. Kész őrület. Michaela érkezik a hétvégén, és vele együtt megjönnek a farm első állatai is. Emu? Igen. A szalonna mellé tojás is kell, ezért Jimmy beszerzett néhány tyúkot, kacsát és libát. Nézd, mit tett velem. Mindet rám rakta. Jól megtépték. Ja, ennek meg kopasz a nyaka. Olyan, mintha a küzdőtérről jöttek volna, rettentő tépettek. Igen. Az életük hátra levő része békés lesz. Igen. Lesétálhatnak a patakhoz, bejárhatják az egész farmot, szabadok lesznek. Teljesen? Igen. Bemegyek utánuk az erdőbe! Nem sokkal később a libák messzebb mennek a megengedetnél. Kerüld meg, ott az egyik! Kéla! Igen? Alkossunk csatárláncot. Helyes. Felé tereljük, úgy bekerítjük őket. Ez az, csak nyugodtan, csak nyugodtan. Jimmy, te rendőr is voltál?
Visszatereljük őket. Gyerünk, lányok! Itt nem tudok... Csak egyenesen? ...átmenni. Dehogy nem. Rendben, ez az. Állj! Állj! Gyorsan! Gyerünk! Közelebb! Ez az! Gyerünk! Jól van, jól van! Nem tudtam, hol van a helyük. Jimmynek és Rickynek is kell valamilyen szállás. Elindulnak lakókocsit venni. Egyet Jimmynek, egyet Rickynek. Még nem is mondtam neked, hogy köszönöm. Én köszönöm, Rick. Az első kocsi 11.000 fontba kerül, már pedig Jimmy 3.000-et szán a kettőre. Ez vadonatúj. Megnézhetem. Rickynek az ár lényegtelen. Ha ugyanis a kocsi tetszik Linnek, akkor az asszony talán vele marad. Egész csinos. Igen, jól néznek ki. Klassz. Tényleg szép. Aha. Minden új benne, de még át kell gondolnunk. Ez 4450. Igen. Nem is rossz. Jaj, miért van tapéta a zuhanyozóban? Micsoda felszereltség. Ez egy mozgó kocsma? Igen. Ricky a hentes. Ez 3000-be kerül. Kicsit sötét, nem? Sötét fából van. Majd kivesszük belőle. Elég lefesteni. Igen. Szívesen megteszem. A verandára is betehetünk egy ajtót. Sok lehetőségünk van. Igen. Kell egy új tűzhely. Ha vitázol a nejeddel, lesz mit dobálnotok. Lynn majd kicseréli. Délelőtt Jimmy két lakókocsi boldog tulajdonosa. Igaz, 9000 fontot költött rájuk, és ez a tervezett összeg háromszorosa. Ez még semmi a következő meglepetéshez képest. Itt vagyunk, ez a farm. Értem. Erre felé van a főcsap. Helyes. Ez azt jelenti, hogy 500 méter árkot kell ásni? Úgy tűnik. Erre kell mennie a nyomvonalnak. Igen. Át kell vágni az utat. Eddig kell eljönni. Ez az? Igen, ahogy mondtam. Hatalmas távolság. Rengeteg. Nagyon hosszú. Azt hittem, hogy van egy főcsap a tanya mellett is. Nincs. 1 méter 20 centiméter árkot kell ásnunk közel 800 méter hosszan. Na jó, csak 400. Komolyan mondja, hogy 1 méter 20-as árok kell végig. Meddig tart kiásni? Kb. Egy hét, és nagyon sokba kerül. Iszonyú nagy a távolság. Majd felmérjük. Azt hittem, hogy simán rácsatlakozunk egy csőre, és kész. Én is. Ja. A vízre 3000 fontot szántak, de csak a cső beásása 15000-be kerül. Megcsináljuk. Nem lehetetlen. Nem. Nem pazarolhatunk. Az ásás úgy egy hétig tart. Az a gond, hogy van más munkánk is. Igaz. Azzal is végeznünk kell. Igen. Az 55000 fontos kölcsön hamar elfogy. Ezt megehetik? Igen. Akkor jó. Megérkezett az erdészeti bizottság. Arról döntenek, hogy a disznók bemehetnek-e az erdőbe.
Miért fontos ez? Mert így csinálják Európában. Értem. Ettől finomabb lesz a sonka, például a Serrano. Így tartják a spanyol fekete disznót is. A természetes környezettől jobb a húsuk. Európában így csinálják, nekünk is érdemes. Az eljárásnak az a hátránya, hogy hosszú ideig nem tarthat sok állatot az erdőben. Értem, gondolom ez minden földre igaz. Nem akarok sok állatot. A lényeg, hogy az emberek a jó minőségért több pénzt adnak. Nincs szükségem több ezer disznóra. Nagyjából tudja, hogy mennyi lesz? Kb. 70-re gondoltam. Rendben, de minden nap ellenőriznie kell, hogy nem tettek-e kárt a fákban. Persze, így lesz. Tetszik az ötlete. Meg kell őriznünk a tölgyfaerdőt, de együttműködhetünk. Igen. Ügyelni kell az egyensúlyra. Persze. Vigyázni kell a facsemetékre és az aljnövényzetre. A disznók itt-ott feltúrják a földet, ezért néhány fát át kell ültetni. Rendben. Ennek örülök. Jimmy erről álmodott. Úton vannak a lakókocsik is. Az eddigi események közül ez a legizgalmasabb. A mai az első éjszaka, amit a fiúk rendes ágyban tölthetnek. Miért állt meg? Beragadt. Lement az útról. Nézd, a traktor is csúszik. Lehet aggódni. Majd az úton élünk. Ne álljon meg! Büszke lakókocsi tulajdonos leszek. Persze, csak ha ide ér. Vigyázz, sarok! Állj! 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 Tökéletes. A helyén van. Délutánra a gazdák áramhoz is jutnak. Mi ez a hang? Ez azt jelenti, hogy... Szerintem kitalálod. Van áram? Van. Helyes. Tadá! Kösz. Tetszik. Oh. Mi történt? Stan! Rick lecsapta a biztosítékot. Hát persze. Ettől azonban még nem alhatnak nyugodtan, hiszen 3 hét múlva érkeznek a malacok. Attól félek leginkább, hogy mit mond majd Jim, ha megtudja, hogy áll a számlája. Minden héten egyre nő a költségünk. Több, mint gondoltuk. És ez azt jelenti, hogy még több bevétel szükséges. Ráadásul 1-2 hónappal el is csúsztunk. Ez azért aggasztó. Nincs veszve semmi. Jimmy kap egy mentort. Peter Gott, a veterán disznó tenyésztő, kezdettől fogva támogatta a fiút. Jól vagy? Igen, Peter. Szia, Jim. Hosszú volt az út? Igen, dugó volt. Hoztam bort. Nem olyan finom, mint a tiéd, de iható. Jimmy megegyezett Peterrel. A farm negyedéért kap 19 ezer fontnyi anyagot és néhány felbecsülhetetlen értékű jó tanácsot. Jó itt élni?
Ez éltet. Igen. Gazdálkodni. Ezen a részen tartom a legnagyobb kocsáimat. Peter Safaria, igaz? Ez gazdálkodás, Jimmy. Peter 280 disznót tart, és már 10 éve árulja a saját készítésű kolbászt és sonkát. Van két nagyon idős példány, ők az erdő mélyén élnek. Nézd az álcázást, alig látszik. Ismeri a hangomat. Aha. Jól van, kislány. Minden rendben? Figyel, és még vissza is beszél, igaz? Igen. Jól van. Menjünk közelebb. Jó, kislány. Csak szép nyugodtan. Nézzenek oda, hányan vannak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ez rengeteg. Jó anya. Igen. Nézd, azon még látszik a köldökzsinór. Nézd, hogy keresi az utat. Életösztön. Látom, igen. Ebben a korban még van bundájuk. Egy jó darabig mindenhová követik az anyjukat az erdőben. Milyen kicsik. Jó kislány. Szerencsés vagy, hogy láthatod. Most szül. Még nem látom a mélepényt. Bámulatos. Ha most békén hagyjuk. 24 óra múlva előjön és kihozza a kismalacokat is. Akkor majd megszámoljuk őket. Tudom, hogy előbb-utóbb kolbász lesz belőlük, de addig jó életük van. A tenyésztés révén pedig fennmaradnak ezek a fajok. A Cumberland sertés már kihalt. A göndörszőrű Lincolnshire is sincs már. Azért tűntek el, mert felhagytunk a tenyésztésükkel, nem hoztak elég hasznot. A kicsinyeket 4 hét után választjuk el. Az anya 2 nap múlva ismét az erdőben van. Értem. 3 nap múlva pedig kezdi előről az egészet. Nem késlekedik. Egy tenyészállat évente 66 malacot ellik, ebből 18 marad itt. Nézd csak, ezek 12 hetesek. Ha Peter képes erre, akkor Jimmy is. Elhatározza, hogy ő is így csinálja majd. Heti 500 fontért bérel egy új gépet a kerítés építéshez. Itt a járgány. Cölöpverő. Tartsa meg a rudat. Megmutatom, hogyan működik. Rendben. Simán ment. Hogy lehet megfordulni vele? Á, megvan. Rékez, csoda jó. Klassz. Stabil. És a teteje sem sérült meg? Nem. Ezzel a géppel több órányi munkát spórolhatunk. Heteket. Hónapokat. Elképesztő. Pedig minden olyan jól ment. De miért? Én csak... Ezt megszívtuk. Minden ellenem dolgozik. Szerintem ezt szedjük le és hagyjuk itt. Visszajövünk érte később. Minden csupa olaj. Ennek egyenesen ide kéne jönnie. Mi ez? Addig kéne elérnie. Igen. De nem megy. Valamiért nem megy. Valahol máshol kell keresnünk a hibát. Gyere már! Ilyen az én szerencsém.
Most már biztos, hogy a kerítéssel nem végeznek időben. A disznók egy hét múlva érkeznek. Talán túl naív vagyok. Meg talán reménytelenül romantikus is. Hiszen ki az, aki vesz magának egy elhagyott farmot, és minden jó tanács ellenére belefog a hagyományos gazdálkodásba? Egy csomó embernek el kéne utaznia, hogy átélje ugyanezt a kalandot. Mert ez nagy kaland, olyan, mint egy utazás. A felfedezők ugyanezt élhették át, amikor újabb és újabb területeket hódítottak meg. Akkor is, ha az éppen egy mély szakadék volt. Nekem is menni fog. A tervezetnél többet kell dolgozni, de elszánt vagyok. Ha a dolgok rosszra fordulnak, még keményebben küzdök majd. Ez olyan, mint amikor szuronyt szegezve a harc sűrűjébe rontunk. Jim drasztikus lépésre szánja el magát. Meghívja a barátait egy partira. A belépője egy egynapi kemény munka a tanyán. Nem akarom, hogy alkoholt igyanak, mert akkor nem dolgoznak majd. El is dugom a sört. Előbb azonban lakhatóvá kell tenniük a lakókocsikat Michaelának és Ricky családjának. Gazdag vagyok. A WC-t még tökéletesíteni kell. Au, a fenébe! Mi ez? Au. Ám most nem költhetnek el 15 ezer fontot vízvezetékre. Megőrülök! Megérkezik Peter Gott egy markológéppel és egy tervvel. A legfontosabb a szivattyú. Életmentő lehet. Vizet! Mi az? A víztartály. Ez a megoldás, hiszen másként nem jut el a víz a kútból a lakókocsiba. Elmehetek WC-re? Csak ne itt. Ezért nem lettem vízvezetékszerelő. Tartsd meg, ha tudod. Gyere, Ricky. A fenébe. Tökéletes. Jól öblít. A civilizáció kezdete, igaz? Nagy nap lesz a holnapi. Indul a takarító buli. Bármilyen fájdalmas is, én élvezem ezt az életet. Jimmy meghívta Michaelát, a barátokat és a családot. Jól vagy? Igen, és te? Minden rendben. Ricky előkészíti a lakókocsit Linnek és a gyerekeknek. Tudom, mire számít. Arra, hogy egy disznóolban lakom. Lin akkor is támogatta Rickyt, amikor a férfi még tanult. Vajon elhozza a farmra a családot is? Én már sok mindent csináltam, de ilyet még nem. 3 hete, hogy eljöttem otthonról. Most nagyon izgulok. Megszakadt. Hopp. Már jönnek. Nincs rajtam cipő. Vedd fel. Gyere. De meleg vagy. Tudom. Jól vagy? Igen. Megnézed a lakókocsit?
Biztos? Eltakarom a szemedet. Ez még nincs a végleges helyén. Szép. Az új függönyök már megvannak, csak még nem tettem fel. Fogd a macidat. Jobb, mint vártad? Igen, nagyon tetszik. Jobb, mint egy lakókocsi. Klassz. Milyen kényelmes. Jimmy, ez nagyon jó. Olyan, mint Ellen Partridge. Ricky is jól érzi magát. Igen. Nagyon tetszik. A malacokra. Egészség. Istenem, a csodába. Valami bűzlik. Mi? A lustaság. Az év legmelegebb napja. Tudod, hol van a kút? Igen. Hoznál vizet a vödörbe? Megyek. Inkább csizma, mint papucs. Igen. Ti ketten kezdjetek az istálóban, én az udvarra megyek. Itt vannak a szerszámok, ez a tiéd. A csipet csapat azt csinálja meg, amire Rickynek és Jimnek nem volt ideje. Ezeket a táblákat kellene letakarítani. 4 óra múlva majd visszajövök, és ellenőrzöm a munkátokat. Á, 4 óra. Addig meg is ebédelek. Ez az én kertem. A barátnőimet kértem meg, hogy segítsenek. Az udvarnak takarosnak kell lennie, hogy a leendő vendégeknek is elnyerje a tetszését. Rob, segítenél Rickynek kiszedni azt a bokrot? Persze. Ne tegyél rá túl sok festéket. Liz, ez csodás. John, neked jutott az árnyék? A többiek tudnak róla? A barátok óriásit alkotnak. Kivéve talán a kertet. És még ti siettettétek, Robot? Nem siettettük, csak szerettük volna, ha segít nekünk. Mi ez? Ide férfi erő kell. Igen. De hiszen 4 vagytok 4 négyzetméterre. 4 érünk 1 férfit. Látom. De ezt már 4-szer felástad. Nem is. Ha tudom, hogy ez vár rám, talán el se jövök. Nem tudom, mit csinál. Halljuk, hogy játszik a láncfűrésszel. Mi meg itt vagyunk a sötétben. Azokat a kubacokat kellene megfogni. Igen. És kivinni a mezőre a tűzrakáshoz. Erre vagy arra? Inkább arra. Feltámad a szél. Senki sem figyel a tűzre, és az kezd szétterjedni a mezőn. Szép kis folt, nem mondom. A meggyújtott tűzre vigyázni kell. Igazad van, mindannyian kellünk. Arra egyenest. Hozzátok ide! Tartsatok ki! Csak a közepén öntsétek ki. Hátulról fúj a szél. A hosszú forró nyár miatt a mező nagyon száraz.
Több víz kell, alkossunk láncot! Jöjjön a víz! Nincs több! Nincs több! Gyerünk a kúthoz! A ház mögé, hozzátok! A fenébe! Itt kell oltani! Gyerünk! Ha eléri a termést, akkor végem! Úristen! Ebben a vonalban! A fékezhetetlen tűz az út és a vasúti sínek felé tart. Ennyi. Vissza! Víz kellene, de vízvezeték nélkül csak a kútban bízhatnak. Ére tűzoltók kellenek. Ott van a vasút. Vigyétek el a kocsikat, hogy a tűzoltók elférjenek! A vasút túloldalán a szomszéd farmon még nem maradtak. Ha a tűz addig eljut, akkor már nem lehet megállítani. A profik 5 kocsival, 25 tűzoltóval és saját vízzel érkeznek. Itt a Suffolki BBC rádió közlekedési hírei. Tarlótűz miatt az A14-es utat mindkét irányban lezárták. Aki teheti, kerülje el a környéket. A légierő helikoptere ellenőrzi az oltást. Óriási a füst, de a vasúttársaságok közölték, hogy a vonatok továbbra is járnak. A tüzet végül a vasúti töltésnél fékezték meg. Itt az ideje egy telefonnak. Halló? Csak rossz híreim vannak. A legrosszabb, hogy felperzseltem 12 hektárnyi dudvát. Az unokatesóm gyújtott egy tüzet, és nem figyeltünk rá. Feltámadt a szél, és lángra kapott a szomszédos mező. 2 napja vágtam le a füvet, azóta száradt. A szél a vasút felé vitte a tüzet. Most büntiben vannak. Lehet, hogy kitagadom őket, vagy nevet változtatok. Mennem kell tüzet oltani. Viszlát! Ügyes voltál. Végül is óriási szerencsénk volt. Ha a szél az ellenkező irányból fúj, akkor leég az egész ház. Szerencsénk volt, de ami történt, az rettenetes. Amikor láttam, hogy a félbirtok lángokban áll, arra gondoltam, hogy miből fizetem ki Rickyt, hiszen gondoskodnia kell a gyerekeiről, a feleségéről. Neki pénzre van szüksége, a bérlet meg a többi az én dolgom. A felelősségtől felnő az ember. A tűz mindent megváltoztatott. Kiderült, hogy a víz probléma a szomszédból is megoldható. Jimmy rácsatlakozhat a szomszéd vízvezetékére, így egy csapásra 15 ezer fontot spórol. Mehet! Végül minden a helyére kerül.
Megérkeznek az első disznók. 7 igen ritka fajtájú Essex koca. Ez kislány. Egy ideig az udvarban maradnak, mert a kerítés még nem készült el. Ezek az anyakocák. Ezek maradnak. Még nem felnőttek. Karácsonyig nem ellene. Nem. Addig biztos nem. Értem. Jó hájas feneke van. 50 Essex sertés él a világon, így ezek igen ritka példányok. Minden az egyik új jövevény férfiasságán múlik. Az események hatására Jimmy elnevezi Langnak. Jól van. Egy kis zaj a társaság miatt. Az Archers. Jól vagy, Lang? Nézd, nem evett. Halló, Lang. Hoho, hé, öreg fiú. Gyerünk! Jól van. Nincs. Nagyon hideg. Gyerünk! Ugyanazt kapta, amit szokott. Ébresztő. Na mi lesz, gyerünk! Ah, rendben. Azt hittem, hogy meghalt. De csak aludt. A következő részben. Furcsa, hogy ide vágynak az emberek. Michaelának fontos döntést kell meghoznia. Miért nem maradsz? Jimmy az állattenyésztésben jeleskedik. Mi történt? Meghaltál. Ott tartsa meg! Ricky érzi a nyomást. Szerintem menni fog. Remélem, még azelőtt lábra állok, hogy elfogyna a pénzem. A magyar változatot a Spektrum Televízió készítette.